Kiábrándultak az ellenzéki szavazók a baloldali összefogás pártjaiból, és új politikai formációt szeretnének. Ez látszik a legutóbbi közvéleménykutatásokból. Az egyéb kategóriába sorolt válaszadók ugyanis lassan többen vannak, mint azok, akik az összefogásra voksolnának. A legelutasítottabb politikus Gyurcsány Ferenc és a szexbotrányba keveredett jobbik elnöke Jakab Péter. Az ellenzék ugyanakkor úgy tűnik képtelen az önvizsgálatra. Elemzés következik. A 21. század intézet elemzője Nagy Ervin a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kezdjük a Medián friss kutatásával, amelyet ma sok felé lehetett olvasni, mert hogy tovább erősödtek a kormánypártok a kutatás szerint, és tovább gyengült a baloldali összefogás, illetve az abban szereplő pártok. 54 a mondta a válaszadóknak magát Fidesz-KDNP szavazónak, és 34 ellenzékinek. Ez a választás utáni folyamatok Magyarázható, azt mutatják az adatok, vagy vagy csak most vált láthatóvá, ami már előtte is úgy volt? Részben ez is, és részben az is. Tehát, létezik egy olyan politológiailag ismert jelenség, az a, úgy nevezzük, hogy a győzteshez való húzás, ami a választások után figyelhető meg. Ilyenkor az történik, hogy értse a néző is, hogy többen mondják azt, hogy a győztesre szavaztak egy ilyen megkérdezés kutatás során, mint amennyien ténylegesen ezt megtették. Illetve többen mondják azt, hogy részt vettek a választásokon, mint akik ténylegesen elmentek. Tehát ez valamennyire torzíthatja a kutatási eredményeket. De ha megnézzük a tendenciát és megnézzük azt, hogy voltak éppen milyen állapotban vannak most az ellenzéki pártok, keresik a hangjukat, szervezeti, vezetői válsággal küzdködnek, és abból indulunk ki, hogy a kutatás azt is mutatta, hogy mindeközben a Mi Hazánk mozgalom e szerint nagyon sokat erősödött, tehát voltak éppen a kutatás azt mutatja, hogy most jelenleg a Mi Hazánk A vezető párt az ellenzéknél. A vezető pártja lett az ellenzéknek, akkor viszont azt a tendenciát figyelembe kell venni, és mindenképpen részben azt is bele kell értenünk ebbe a kutatásba, hogy igen, a kormánypártok jól vették az első hónapot, a kormánypártok tovább erősödtek, politikájuk határozott, megkülönböztethető, világos. Az ellenzéki pártok pedig egyelőre csöndben vannak, vagy keresik a hangjukat, sokszor átmondanak ki, utána bét cselekszenek, nem nagyon tudjuk őket beazonosítani, és az a választási vagy a választói választó körében is jól látszódik ez, tehát ez mindenképpen egy csökkenést jelent. A felvezetőben György fogalmazott, hogy az egyéb kategória már majdnem nagyobb, mint az összes ellenzéki párt, az ellenzéki összefogásban résztvevő pártnak a támogatottsága. Ezzel mit üzennek a szavazók, hogy szükség van egy újra? Az első és legfontosabb üzenet az az, hogy hontalanná váltak. Tehát ma nagyon sok ellenzéki szavazó úgy érzi, hogy becsapták, vagy az az összefogás, ami létrejött, nem őszintén és nem úgy képviselte azokat a gondolatokat, ahogy ők ezt szerették volna. Van egy csalódás is nyilvánvalóan, mert azért láttuk azt, hogy a kampány végére volt egy össze-vissza beszéd a háborúval kapcsolatban. Ez mindenképpen egy kiábrándultságot is okozott, tehát hontalanná váltak, nem találnak jelenleg az ellenzéki választók nagy tömegével egy olyan pártot, amit elég stabilnak, elég karakánnak, elég karakteresnek látnának. Az egyéb kategória viszont valóban azt jelenti, hogy azért van arra igény, hogy legyen egy ellenzéki erő, hogy legyen egy olyan erő, akit mondjuk választani lehet, ha valaki úgy gondolja, hogy az Orbán kormányjal szemben szeretne szavazni a következő választásokon, de ilyen jelenleg nincs. Tehát ez egyelőre egyéb, ez egy üres kategória. A választási kampányban is sokszor hangsúlyozták az ellenzéki pártok azt, hogy következmények nélküli országban élünk. A napokban a jobbik házatáján robbant ki egy szexuális zaklatási ügy, már rendőrségi eljárás is indult ezzel kapcsolatban. Jakab Péter pártelnök viszont továbbra is pártelnök megerősítette a pozícióját. Milyen helyzetben van most a jobbik? Valóban a következmény nélküliségről könyvet lehetne írni, Fritz Tamás egyébként írt is, annak idején a posztkommunista viszonyrendszerről. Ma a baloldali pártoknak a házatáikán látjuk ezt. A Jobbik esetében is hasonló a helyzet. Tehát a Jakab Péter egy történelmi vereség után. Ezért azt látni kell, hogy a Jobbik sosem volt ilyen pici a parlamentben, sosem veszített el ennyi szavazatot két választás között, mint amit most elszenvedett, tehát ez egy történelmi vereség. Ennek ellenére Jakab Péter nem tartott önvizsgálatot, nem érezte úgy, hogy felelősséget kellene vállalnia, mint vezető azért a tragikus eredményért, amit a jobbik elért. Mondhatni azt is, hogy az egész összefogás kudarcában a legtragikusabb eredménye a jobbiknak lett. És hát Jakab Péter úgy érezte, hogy ő újrázni szeretne ő szeretné tovább vezetni ezt a pártot, és ha megnézzük a bárt első viszonyait, látjuk azt, hogy a kongresszuson nagyon kevesen vettek részt. Ez azt mutatja, hogy kevés alapszervezete van már a pártnak, hisz a küldöttek számából következtethetünk erre, illetve látjuk azt is, hogy a legtöbb politikus, aki Jakab Péterre szavazott, vagy anyagi értelemben, egzisztenciálisan függ a párt elnökétől, vagy pedig a pozícióját akarja megtartani, azaz megélhetési politikus, akkor ebből arra következtethetünk, hogy Jakab Péter meg nem jelenti azt, hogy ne lenne továbbra is szervezeti válságban a jobbik, pusztán arról, hogy mindenki menti, ami menthető. A jobbikkal kapcsolatban két kérdés merül még föl. A küldöttek a Tisztulító Kongresszuson 27 os Tumer Jánosra szavazott, amivel ő veszített. Ő jelezte is, hogy kilép a pártból. Várható-e, hogy további kilépések lesznek? Illetve, hogy Jakab Péter fogalmazott úgy, hogy ő a néphangja szeretne lenni az országgyűlésben. Korábban a harsány kijelentésektől sem volt mentes az ő felszólalása, most viszont csöndben maradt az országgyűlésben, nem szólalt fel, mert hogy a nép azt szeretné, hogy maradjon csendben? Nyilvánvalóan azért nem szólalt fel, mert rengeteg botrány, rengeteg morálisan megkérdőjelezhető esemény volt a párton belül. Ilyen volt egyébként az ön által említett szexbotrány is, ami most fog egyébként igazán kiteljesedni, hogy rendőrségi szakaszba fog érkezni, megtörtént a feljelentés. Ilyenkor azért felmerül mindenképpen a kérdés, hogy mennyiben közügy ez. Én azt gondolom, hogy a bűncselekményen túl annyiban mindenképpen közügynek kell tartanunk, hogy egy olyan pártról és olyan politikusokról van szó, akik mégiscsak a választópolgárok felhatalmazását kérik arra, hogy egy város vezetését vagy egy vagy egy politika képviseletét a parlamentben ellássák. Hogyha erre ők igényt tartanak, akkor a választópolgár pedig joggal tart igényt arra, hogy tudja, hogy milyenek ezek az emberek, kik ezek az emberek, hogy viselkednek ezek az emberek. A nagy probléma az, hogy a Jobbikon belül ezt az ügyet megpróbálták szőnyeg alá söpörni. Mindenképpen azért is nyilvánvalóan ez az oka ennek, hogy megpróbálták a választásokig még ezt az ügyet eltakarni, de ez nem sikerült. Úgy tűnik, hogy ez a botrány sem rengette meg egyelőre Jakab Péter helyzetét, de hosszú távon még egyszer hangsúlyozom, a Jobbiknak nincs mozgástere, elvesztette szuverenitását, elvesztette identitását ja a jövője megkérdőjelezhető. Összességében a parlamentbe bejutott baloldali pártoknál mit lehet tapasztalni? Tóth Bertalan volt talán az egyetlen, aki lemondott, vagy bejelentett, hogy nem indul újra az MSZP társelnöki pozíciójáért, önvizsgálat nélkül. Hogyan lehet újfajta politikát csinálni, hiszen most arról sokan beszélnek, az MSZP-nél is egy megújulás kezdődött, új Hely István szeretné majd vezetni a pártot, az LMP-nél is beszélnek önvizsgálatról, a momentum hol be akar ülni a parlamentbe, hol csak feltételekkel, aztán végül is bemegy, esküdt. Tenni, aztán kivonul. Szóval, hogy látható egyfajta határozott irány? Sőt, a momentum esetében Donát Anna is jelezte már, hogy ő anyai örömök elé néz, ezáltal nem vállalja a párt további vezetését. Én azért azt mondanám, hogy inkább egy ilyen jó magyar szokás szerinti körbetánc folyik az ellenzéki pártoknak a vezetői között. Ez azt jelenti, hogy Tóth Bertalan annak ellenére, hogy nem lesz elnök, frakciót vezetni szeretné. Na ugyanezt történik a párbeszédbe is, ahol Karácsony Gergely lemond a pártelnöki vezetéséről, Tordai Bence majd egyszer pártelnök lesz, de addig frakcióvezető akar lenni. Tehát egy ilyen körbetáncot látunk. Igazából ebben a probléma csupán az az ellenzéki pártok számára, hogy így nem lehet megújulni. Tehát szervezeti megújulás nincs humán erőforrás megújulása nélkül ha ugyanazok az emberek vezetik ezeket a pártokat és nem vállalnak felelősséget a kudarcért akkor a választópolgárok joggal fogják úgy érezni, hogy hontalanokká váltak, amennyiben az ellenzéket választották. Nagy Ervinnek köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen.